Gőzerővel folynak a felújítási munkálatok a nagyváradi római katolikus püspöki palotán. Jelenleg a pincehelyiség helyreállítása zajlik. A palotát 1948-ban az államosításkor kobozta el a román hatalom. Több mint 10 évig folyó per után 2004-ben kapta vissza az egyház. A tervek szerint a püspöki hivatal mellett látogatóközpontot alakítanak ki benne. Egy része továbbra is püspöki rezidenciának szolgál, ez a kisebb része, a kápolnával együtt, azonban az épületnek a több mint kétharmada egy nyitott épület lesz, ahol helyet kap kiállítási termek, állandó kiállítási, ideiglenes kiállítási termek. Ezeknél is arra gondoltunk, hogy próbáljuk visszatükrözni, illetve bemutatni az egyházmegyére és a régióra jellemző és jellegzetes ugye, értékeket, hagyományokat. Az állandó kiállítás részei lesznek az egyházmegye kegytárgyai, monstanciák, kelyhek. Néhány termet pedig korabeli fotók alapján korhűen rendeznek be. Az 1772 és 1776 között épült műemlék Dél-Kelet-Európa és Románia legösszetettebb barokk műemléke. A legkomplexebb barokk kifestés található itt a Borromeo Szent Károlynak szentelt kápolnában, egy jelentős díszterem, és várható néhány olyan reprezentatív terem falképének a feltárása, amelyeket egyelőre csak nagyon kis mértékben sikerült megkutatni, tekintettel arra, ugye, hogy még bent működik a Körösvidéki Múzeum az épületben. A beruházás, mely 3 éven keresztül tart, a magyar kormány támogatásával valósul meg.